Érdekes, hogy ez a civil szervezet elkezdett videókat gyártani. És a verseny, amiről gondolunk, hogy bővülni fog, az az lesz, hogy ez a civil szervezet, ez a televíziósoknál többet tud mindazokról a témákról, amiket most említettem, de kevesebbet tud a televízióról. A televíziósok pedig sokkal kevesebbet tudnak ezekről a témákról, de többet tudnak a televízióról. És ha egymástól tanulnak, akkor jó munkák lesznek. A díjazott a társaság a szabadságjogokért gratulálok. Annyit szeretnék mondani, hogy mivel két programjukban is készült videós sorozatot mutattak be, azt gondoltuk, hogy nem akarunk egyet kiválasztani, hanem a teljesítmény egészét próbáljuk díjazni, és elismerni, hogy nem a filmet a hallgatók az arra feltesszük. Köszönjük szépen, nagyon megtisztelő, hogy megkaptuk ezt a díjat. A Társaság Szabadságokért Civil Jogvédő Szervezet 6 éve kezdett el azzal kísérletezni, hogy saját magunk által előállított filmekkel mutatjuk be azokat a fontos ügyeket, amikkel mi foglalkozunk. Azóta több mint 500 filmet készítettünk, elég gyorsan dolgozunk. És az egyik titkunk azt gondolom az, hogy mi magunk csináljuk ezeket a filmeket, autodidakta módon tanultuk ezeket, tehát a jogász, szociológus, pszichológus kollégák tanulták ezeket a filmeket elkészíteni, és ebből az egyik legjobb példa a Tamás, aki szociológusként pár évre fogott egy kamerát is elkezdett filmezni, és azóta ezeket a fogyatékosügyi filmeket csinálja. És még nagyon szeretnék elmondani, hogy nagyon köszönjük az Indexnek, hogy lehetővé teszik azt, hogy ezek a filmjeink megjelenjenek a fő oldalon, mert anélkül nem kapnánk ilyen több tízezeres nézettséget, amit ezek a filmek kapnak. Ezt a megtisztelő díjat. Ebben a sorozatban fogyatékos embereket láthatnak, akiket általában nem látnak, pedig nagyon szörnyű dolgok történnek velük. A TASZ-nak az a célja, hogy ezeknek az embereknek hangot adjunk, és ha szükségük van rá, akkor ügyvédet is. Köszönjük szépen!